Május 16-án eldőlt Oroszország kilép az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződésből. A Duma mostani döntése a teljes kilépésről valóban annak a jele, hogy nincs visszaút a biztonsági szerkezethez, melyet a 90-es években ismertünk, vélekedett a German Marshall Fund munkatársa. Az európai fegyverszerződést 1990-ben írta alá a NATO és a Varsói Szerződés 34 képviselője. Az egyezménynek óriási jelentősége volt a hidegháború befejezésében. Kristály tiszta kötelezettségeket tartalmazott a tárolt felszerelésekre és a hagyományos erők egyensúlyára vonatkozóan, emellett lehetővé tette az ellenőrzéseket a vizsgálatokat. Oroszország az 1990-es évek vége óta sérti és támadja a szerződést. Moszkva alapvetően megtagadta néhány benne foglalt kötelezettség teljesítését. Nem vonta ki csapatait Grúziából és Moldovából, és olyan csapatokat állomásoztattak, melyek megsértették a szerződés rendelkezéseit. 2007-ben Oroszország felfüggesztette a szerződés végrehajtását. Moszkva azért döntött így, mert az USA tervei szerint katonai támaszpontokat létesítene Bulgáriában és Romániában. Az Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy ezek a bázisok nem lesznek állandóak, ideiglenesek voltak, ami a szerződés feltételei szerint megengedett. Oroszország vágyai szerint azonban az Egyesült Államok bázisai állandóak lesznek. Moszkva 2015-ben függesztette fel az információcserét a szerződést aláíró országokkal. Kilépésének hatása ezért a szakértők szerint elsősorban inkább szimbolikus. A hivatalos kilépés csak formalitás. Ez egy színjáték, gyakorlatilag nincs sok értelme. Putin tulajdonképpen azt akarja üzenni, hogy a hidegháború visszatért. És ő úgy fog bánni velünk, mintha az ellenségei lennénk. Azt akarja mondani, hogy Oroszország számára elfogadhatatlan, hogy segítünk Ukrajnának. Magyarán, Ukrajna az ellenségük, így mi is azok vagyunk, így mindannyiunknak félnünk kell.